De Leonardo azt nyilatkozta. Diós Győri helyzet, mindjárt mondom, hogy nyilatkozott Leonardo, de most az nem érdekes, mert vezetést szerez a Diós Győr a mérkőzés első percében. Hihetetlenül kezdődik a találkozó, mármint hihetetlenül izgalmasan és érdekesen, eseménydúsan. Blokk Ferencvárosi oldalon, gól a Diós Győrieknél, futást talál a kapuba, 1-0. Hát hideg zuhany, a Fradinál elképesztő öröm a hazaiaknál természetesen. Öltözőben maradt a Fradi, azt hiszem, ezt lehet mondani. Futács Márkó nincs lesen, legalábbis az asszisztens nem emelte a zászlaját. Tisza beemelte a szabadrugástál a labdát, lágyan, pontosan Futácshoz. Átvette Futács, és a kapuba bombázott, jó, a lábai között ment el a labda, 1-0. Hát rendesen elaludt a Fradi védelme, Gerson próbál becsúszta menteni.